Sziasztok! Sajnos egy szomorú eseményre kell elindulnom, úgyhogy nem szeretnék erről most beszélni. Sziasztok! Csá! Találd meg a lelki békédet! Ami... ezen a mai napon. Egy nagyon, nagyon szomorú és megható pillanat ez számunkra. A kis csoporttal köztünk, a kis csoportunkban, azt tudja, hogy ő volt az első, aki sajnos elment közünk. És reméljük az utolsó. És reméljük az utolsó, így van, jól mondott az itt. Igazából ne arra úgy, hogy nem tudok beszélni. Tehát én annyira lelkileg, annyira készülök, idegileg, annyira készülök. Gábor, gondolom, nagyon sokan ismerték közületek. Nagyon jó motoros volt. Gyorsabban ment az őröngyala. Ennyi. Nem tudok más mondani. Hoztunk neki egy kis emléktáblát, meg elhoztuk a koszorújáról a szalagot, valamint a testvér elhozta a keresztjét, meg egy fényképpel emlékezünk meg róla. Aztán, hogyha errefelé jártok, akkor tudjátok, hogy közülünk is van most már itt egy. Isten veled, Gábor. Nem tudok más mondani, már úgy adok. Talán... Valami... Ja, mondjuk. Semmi. Ezért nem tudok mit hozzátenni. Fénykép előző nap készült róla. Megkaptuk attól, aki készítette. Nem kihelyezzük, tart, ameddig tart. Aztán még annyit talán, hogy tervben van a
kék túrára egy fényképes kőlap, mert ugye se a fénykép, se a fakereszt, se a szallag nem lesz itt örök. Készítünk egy gránitlapot neki, és az lesz majd a kék túrán, tehát aki a kék túrán itt lesz, az Gabi fog motorozni most már sajnos. Legyen ez intőjel mindenkinek, teljesen mindegy hol mész, teljesen mindegy mennyivel mész. Többit tudja mindenki, mi történt. Annyit talán még én hozzátennék, hogy mindegy, hogy ismerünk-e valakit, vagy nem ismerünk valakit, de aki motoron veszi az életét, az ugyanember érték, mint bármelyik más. Úgyhogy bármikor egy keresztet, vagy bármit látunk így az út szélén, akár ilyen felkrétázó dolgot, amikor jöttünk, Lánti épp mutatta nekem is, attól rosszabb érzés nem kell, úgyhogy oda kell figyelni mindig a másikra, meg gondoljunk rá. Meg még azt kérem, hogyha majd mentek el, én fel fogom venni a videóra, úgyhogy mindenki tiltásika lehet majd egy csutkát hozzon, jó? Köszönjük, és akkor... hogy ennyien eljöttek. Köszönjük a részvételt és a fegyelmezett magatartást. Tényleg megható. Köszönjük szépen. Megépróbálunk abba a medénybe. Addig, hogy megtartsam még a képet először. Ki tudod támasztani a képet? Támasztani a képet, és akkor még a enyémet is jó zsinál. Igen, kezdve nem jó. Köszönöm. Isten mondani. Találd meg a békédet, Gábor.
Nézd csak! Figyelj!